Jézus először is ma arra szeretne meghívni és tanítani bennünket, hogy az ő szava véd bennünket. Mint egy kétélű éles kard a csatában véd, úgy Isten szava is véd bennünket a különböző harcainkban, a különböző támadásokban. Rómában Spidlik bíboros atya mondta egyszer nekünk, fiúk, Isten szavából jegyezzetek meg több mindent, memóriából, emlékezetben, mert amikor a sátán támad, a kísértő jön, Isten szavával le tudjátok győzni. Isten szava fegyver a kezünkben, a kísértések, a próbatételek idején. Fontos ezért megtanulni néhány idézetet a Szentírásból, ismételgetve azt magunkban. Isten szava biztonságot, erőt ad nekünk. Magam is tapasztalom, amikor nehezebb helyzetben vagyok, egy-egy zsoltár, egy-egy szentírási szakasz ismétlése védelmet, biztonságot ad, mert Isten szava erős, megvéd a gonosz támadásaival szemben. Továbbá a kétélű kard az erő szimbóluma is, a teremtő, az alkotó erő szimbóluma is. Ha belegondolunk, a Teremtés könyvének első fejezeteiben olvassuk, Isten a szavával teremt. Szólt Isten, legyen világosság, és lett világosság. Isten szava erős szó, élettel, erővel teli szó. Jézus is, amikor szól valamit, annak hatása van. Szavával lecsendesíti a tengert, szavával ördögöket űz ki, szavával betegeket gyógyít meg. Jézus szavának hatalma, teremtő ereje van. És amikor Isten szavát olvassuk, amikor Isten szaván elmélkedünk, amikor Isten szavát őrizzük, forgatjuk a szívünkben, akkor teremtő erő számunkra is. Isten szava képes újjáteremteni, képes megerősíteni, képes megújítani bennünket. Talán mindannyian tapasztaltuk ezt, amikor Isten szava egy új szempontot adott nekünk, egy új megvilágításba helyezett egy-egy helyzetet, egy-egy problémát. A kard ugyanakkor irányt is mutat. Nem csak véd, nem csak erőt fejt ki, hanem irányt is mutat. Isten szava útmutatás számunkra.